Krisztusban, szeretett testvéreim, ez a mai evangéliumi rész, amelyet hallhattunk Szent Máté könyvéből, folytatása annak az evangéliumi résznek, amit múlt vasárnap hallottunk, és kapcsolat is van a két evangéliumi rész között. Mind a kettőt szemléleve, mind a kettőről elmélkedve kapunk teljes képet Jézus messiási művéről, meg Jézus messiási kilétéről, hiszen mind a két alkalommal hallunk arról, hogy Péter nyilatkozik, vagy Péter beszél, de vajmi más az Úr Jézusnak a válasza az egyik alkalommal, mint a másik alkalommal. Hiszen múlt héten az Úr Jézus megdicsérve Pétert, azt mondja neki, hogy te vagy a kőszikla, és én erre a sziklára az egyházamat, pedig néhány mondattal tovább ugyanennek a Péternek azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán, vagy egy másik fordítás szerint takarodj tőlem, Sátán. Mi változott meg ennyire Péter apostolban? Miért változott meg ennyire az Úr Jézusnak a hozzáállása Péter apostolhoz, hogy egyik alkalommal őt kősziklának nevezi, akire rá lehet építeni az egyházat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta, a másik alkalommal pedig Sátánnak nevezi őt is, elparancsolja magától, azt mondja, takarodj tőlem, mert nem Isten szándékai szerint, hanem emberi módon gondolkodol. Hát kérdezhetnénk, hogy hogyan gondolkodhatott Péter apostol, hiszen ember volt. De ezt csak így bevezetőben mondtam, így majd meglátjuk, hogy miért is hangzik el az Úr Jézus ajkáról ez a nagyon kemény ítélet, vagy ez a nagyon kemény szó, mert hát Pétert Sátánnak nevezni, hát nem nagyon szoktuk mi egymást Sátánnak nevezni, Sátán fajzatnak nagyon sok rosszat kell tenni ahhoz valakinek, hogy Sátánnak vagy Sátán fajzatnak nevezzük. Péter pedig látszólag csak aggódásból szól az Úr Jézushoz. Mi is történt a múlt héten? Arról hallottunk, hogy az Úr Jézus Fülöp Cezáreájának vidékén érdeklődve tanítványaitól, hogy kinek is tartanak engem az emberek, megkapja a különböző válaszokat, aztán fölteszi az igazán fontos és lényeges kérdést, hogy hát ti kinek tartotok engem, és ott Péter apostol válaszol, de nem csak a saját véleményét, hanem az egész hitnek, vagy az egész egyháznak a hitét fogalmazza meg. Te vagy a fölkent, te vagy a messiás, az élő Isten fia. És akkor ott az Úr Jézus nagyon megdicséri Pétert, a hitét szikla alapnak nevezi, és miért dicséri meg, vagy miért lehet szikla alap a hite? Ezt is megmagyarázza, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Vagyis azt mondja Péter apostolnak, hogy ez a hitvallás, ez nem az emberi okoskodásodnak, vagy nem a következtetésednek az eredménye, hogy te leültél és teológiailag gondolkodva eljutottál arra a pontra, hogy én vagyok a messiás, az élő Isten fia, hanem a mennyei atya nyilatkoztatta ki ezt számodra, és te a mennyei atya kinyilatkoztatására nyitott voltál, és mindaddig, amíg az Isten kinyilatkoztatására te nyitott vagy, addig a te hited az kőszikla az egyházban, addig azt mondod és azt közvetíted, amit az Isten szent lelke ki akar mondatni veled. És így nevezi őt ugye kősziklának, és az apostolok előtt is elfogadja azt, hogy ő messiás, nem mondja egy szóval sem, hogy nem én vagyok, de már gondolkodó módon egy mondattal zárt evangélium, hogy Jézus megtiltja az apostoloknak, hogy erről beszéljenek valakinek. Hát miért tiltja meg? Mondhatnánk, hát végre az apostolok is tisztán látnak. Végre eljutottak arra a pontra, amikor már nincs bennük semmilyen kérdés. Amikor az Úr Jézus ki is mondja, hogy igen, ő a messiás, ő az Isten küldötte, és ebben benne van minden. Az évszázadoknak a várakozása, benne vannak a prófétáknak jövendőlései, benne van mindaz, amit Izrael népe nemzedékről nemzedékre átadott egymásnak, ahogyan várták azt a szabadítót, benne van Izaiás prófétának a könyörgése, hogy harmatozzatok egek onnan felülről, benne van Izrael népének, az ősatyáknak, a pátriárkáknak, az ószövetségi szenteknek minden vágya, itt van a messiás, és amikor itt van, és ez nyilvánosságra került, akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy senkinek, tartsátokban az egészet. Miért? Mi ennek az értelme? Hát testvéreim, pontosan az, ami aztán a mai evangéliumban előkerül. Mert valóban ott voltak és a messiás várásban éltek, de teljesen téves volt az elképzelésük a messiásról, és nem azért tiltotta meg nekik, hogy erről beszéljenek, mert ezt titokban akarja tartani, hanem azért, mert először őket szeretnék kioktatni abban, hogy milyen értelemben messiás, és utána majd beszélhetnek róla. Először ők lássanak tisztán, hogy ő milyen értelemben messiás. Na és úgy lehetne fogalmazni, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy
én vagyok a messiás, az Isten fölkentje, az Isten fia, de nem olyan formában, vagy olyan mértékben, ahogyan ti azt elképzeltétek, hanem az Isten szándéka szerinti messiás, mert akkor mi volt a messiás várásnak a központja? Hát az, amit a politikai helyzet hozott magával, hiszen Izrael népe a rómaiak fönnhatósága alatt van, megszűnt az országuknak a szabadsága, idegen katonák masíroznak ott Jeruzsálemnek az utcáin, vannak ott ilyen bábú, negyedes fejedelmek, Heródes, meg Fülöp, de hát ezek olyan királyok, akiket Róma engedélyével állítottak oda, hogy a hivatalokat betöltsék, és mindezek addig lehetnek ott király, ilyen idézőjelbe vett kis királyok, ameddig szépen teljesítik azt, ami a feladatuk, és beszolgáltatják Rómának az adót, addig őket béken hagyják, de már Jeruzsálemben Poncius Pilátus van, aki helytartóként van jelen. Helytartóként kit képvisel? A császárt, a császárnak az embere. És ezért a messiás várás is e köré csoportosul, és azt várták, hogy ha eljön a messiás, akkor ő majd nagy dicsőséggel bevonul Jeruzsálembe, majd ő letaszítja onnan az idegeneket, majd kizavarja Izraelből az idegeneket, és majd visszaállítja a dicsőséges Izraelnek az országát, ahogyan volt Dávid király idejében, ahogyan volt Salamon király idejében, és minden visszaáll a régi rendben, és ez lesz a messiásnak a feladata. De hát az Úr Jézus, mint messiás, nem azért jött, hogy földi királyságokat alapítson, nem azért jött, hogy ilyen szolgálatokat tegyen a népnek, hanem ő egész másért jött. Ő az Istennel jött kiengesztelni. Nem foglalkozik ő a politikai helyzettel, nem foglalkozik azzal, hogy ki a császár, meg ki a helytartó, azzal viszont foglalkozik, hogy az Istennel való kapcsolatuk az milyen. És ő azért jött, hogy országot alapítson, de az Isten országát, azt az országot, amelyről azt mondja, hogy nem lehet azt mondani, hogy itt van vagy ott van, az Isten országa közöttetek van, és hogy nehogy ebbe a tév eszmébe legyenek, ezért kezdi a mai evangéliumot azzal, hogy ettől kezdve Jézus kezdi tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia. És ez egy olyan mondat volt, amit a tanítványok nem tudnak értelmezni. Tehát kiderült, hogy a messiás, és akkor föl kell menniük Jeruzsálembe, de nem azért, hogy letaszítsák Poncius Pilátust, hanem sokat kell tennie, és meg kell, hogy öljék. Mi az, hogy meg kell? Meg kell, hogy öljék. Ez egy értelmezhetetlen mondat számukra, ami összeegyeztethetetlen azzal a szóval, hogy messiás. Hát emlékszünk, Pál apostol is azt mondja a keresztről szóló tanítással kapcsolatban, hogy ez a tanítás a zsidóknak botrány, a pogányoknak oktalanság. De mi, akik hiszünk, Isten ereje is, és Isten bölcsessége. Vagyis a szenvedés és a kereszt nem fér bele abba az a szóhoz, hogy messiás is. Ezért Péter apostol azt mondja, félre hívta őt, nem akarja az egész közösség előtt megszégyeníteni, úgy félre hívja, és azt mondja, elkezdte az ő beszédét, távol legyen ez tőled, Uram, ez nem történhet meg veled. Na és benne van Péternek ebbe a mondatába, azt mondja, Uram, hát most beszéltünk arról, hogy te vagy a messiás, akkor miről beszélsz? Ilyen nem történhet veled, ments Isten, hát hogyan ölhetnének meg téged, meg mi az, hogy kereszt? Hát ilyen nincs. És az Úr Jézus nem azt mondja, hogy köszönöm a gondoskodást, hanem távozz tőlem, Sátán. Távozz tőlem, Sátán. Botrány vagy nekem, mondja. Mert nem Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével. Mert nem az Isten akarata a lényeges számodra, hanem a saját elképzelésed. És miért nevezi őt Sátának? Mert a Sátán az az ellenszegülő, aki elleneszegül az Isten akaratának, az Isten tervének. És Péternek azt mondja, hogy amíg Istenre odafigyeltél, amíg a kinyilatkoztatásra odafigyeltél, addig a hited szikla lehetett az egyházban. De most, hogy emberi dolgokkal törődsz, Sátán lettél. Elleneszegülő. És Péter még ekkor megint csak nem érti, nem tudja, hogy miről beszél, amikor a keresztről és a szenvedésről szól. De utána Péter átment ezen változáson, és aztán végül igaz már a föltámadásnak a fényében, de leginkább a Szentlélek elküldésének a fényében megért, és már egészen másképpen látja ezeket az eseményeket.
Itt még fél, nem tudja értelmezni ezt a mondatot. Tudjuk, hogy még a nagy csütörtökön is, azon az éjszakán, amikor elárulták, akkor ott a főpap udvarában is háromszor megtagadja, nem ismerem azt az embert, azt sem tudom, kiről beszéltek. Fél megvallani a Krisztushoz való tartozását. De amikor a pünkösdi beszédét olvassuk Péternek az apostolok cselekedeteiben, ott látjuk, hogy milyen fantasztikus változáson megy keresztül. Mert ott mit mond Péter? Hogy ezt az embert ti az Isten előre elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok és keresztre feszítettétek. Mekkora átalakulás! Attól, hogy Isten, ments, Uram, ez nem történhet veled, egész addig, hogy ezt az embert az Isten előre elhatározott terve szerint. Most azt mondja Péter, az Isten tervében kezdettől fogva a megváltással kapcsolatban benne van a kereszt, benne van a szenvedés. És Jézus nem szórakozásból ment Jeruzsálembe szenvedni, hanem hogy beteljesítse az Isten akaratát, és így váltson meg bennünket a bűntől, és így ajándékozzon meg bennünket az Isten gyermekséggel. És ez a Péter, aki most még tiltakozik, és azt mondja, hogy ments Isten, nem történhet ilyen veled, Uram. A hagyomány szerint tudjuk, hogy hogyan halt vértanú halált. Ugyanígy a kereszten. Hiszen a hagyomány elmondja, de ez nem csak hagyományban, benne van a Szentírásban is, az erre való utalás, hogy amikor majd megöregszel, más fog felövezni kiterjesztett karodat, és oda-vissza, hova nem akarod. És azt mondja, ezzel jelezte, hogy milyen halállal fogja megdicsőíteni. A szent hagyomány pedig azt mondja, hogy Péterat is keresztre feszítették, és az ő kérése alapján a keresztet fordítva fejjel lefelé feszítették keresztre, mert akkor is azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy úgy halljak meg, mint mesterem, hiszen elárultam őt. Ez a Péter, aki most még azt mondja, hogy Isten ments, ilyen nem történhet veled, az élete végén megöleli azt a keresztet, megengedi, hogy fölfeszítsék arra a keresztre, mert tudja, hogy a kereszt nélkül nincs üdvösség. És a Péter apostol tudja, testvéreim, akkor nekünk is tudnunk kell, hogy kereszt nélkül nincs üdvösség. Kereszt nélkül nincs megváltás. Kereszt nélkül nincs feltámadás. Nincs örök élet. És itt van az Úr Jézusnak a következő üzenete már a többi tanítványnak és nekünk is, hiszen mindannyian így vagyunk a kereszttel. Jézus azt mondja, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem. Más útja nincs a Krisztus követésnek. Tagadja meg önmagát és vegye föl a keresztjét. Testvéreim, mindenki ösztönösen tiltakozik a kereszt ellen, a szenvedés ellen, de nincs más útja a Krisztus követésnek. Áldozatot kell hozni Krisztussal együtt. Ne gondoljuk, hogy Jézus meghozta helyettünk az áldozatot, és akkor mi majd fütyörészve bemegyünk a mennyországba, vidáman, minden gond nélkül. Nem! Nekünk is meg kell hoznunk azt az áldozatot. Keresztünket, szenvedésünket, egyesítve Krisztus keresztjével. Mit mond Pál apostol? Hogy testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből. Az ő testének, az egyháznak a javára. És mi hiányzik ott abból a szenvedésből? Az én részem. A keresztet nem tudjuk elkerülni. Ezért ne kerülgessük a keresztet, hanem öleljük meg, mint ahogy Péter apostol, mert ennek segítségével fogunk eljutni a dicsőségre. És mindenben áldozatot kell hozni az életünkben, mindenben. Egy diáknak áldozatot kell hoznia, hogyha be akarja fejezni a diplomát és bizonyítványt akar kapni, ha diplomát akar szerezni, ha a munkahelyet szeretne a fiatal. A családban mennyi áldozatot hozunk egymásért, hogy megőrizzük a családi békességet, a családi nyugalmat, és akkor gondoljuk, hogy az üdvösségünkért nem kell áldozatot hozni. Hogy az csak olyan könnyen az ön fog hullani. Nem, testvéreim. Abból a kehelyből nekünk is inni kell, és inni is fogunk. Senki nem kerül el a szenvedés kelyhét. Tanítványok, akik az iránt érdeklődnek, hogy ülhetünk-e jobbod és balod felül, hát persze, készek vagytok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, és megkeresztelkedni a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem. Mert nincs más útja a Krisztus követésnek. Persze, nehéz, de hát Jézusnak könnyű volt. Mindazt, amit végigcsinált Jeruzsálemben, ami üdvösségünkért. Mi a sajátunkat kell, hogy vigyük. Ő az egész világét vitte. Mindenki bűnéért áldozták. Mi a saját kis részünket tesszük hozzá, és sokszor úgy ajgatunk, mintha még lenne a világ legnagyobb szenvedése. Hát nem. Krisztusé volt a világ legnagyobb szenvedése. A miénkkel, azzal a kicsi résszel csatlakozunk hozzá, és
vállaljuk az áldozatot. Mit mond ma Pál apostol levélben? Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti szellemetek, a ti értelmetek hódolata. Ezt kéri az Úr Jézus tőlünk. Nem áró zsákba macskát, nem mondja, hogy minden rendben lesz. Nem, a kereszt hordozást kéri. De nem egyedül és valahogy céltalanul, hanem vele együtt is üdvösségünkért. Kérjük ezen a szentmisén azt a kegyelmet, hogy valóban a kereszt hordozás nehézségeiben mindig erőt kapjunk tőle, a Szentlélek által, és keresztünket vigyük vele üdvösségünkért, és a kereszt hordozásért majd méltóvá váljunk arra, hogy a következőt halljuk. Jól van, te derék és hűséges szolga, menj be a te Urad örömébe. Amen.